Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Moon, és a mai videóban pedig egy Forma 1-es Turbo Ataxos Display dobozt fogunk kibontani. 2023-as legújabb Forma 1-es Turbo Atax széria, ilyet még nem bontottam, elég sok csomag van benne, és a kollektornak nagyon szépen köszönöm a támogatást, hiszen tőlük van ez a teljes nagy doboz, úgyhogy nagyon-nagyon jó fejek voltak, hogy így adtak egyet ilyet kibontásra, náluk egyébként meg tudjátok vásárolni. Nem csak a display dobozt, külön a csomagok, a starter pack, blister, multipack, minden fém dobozok, az is van, lesetek rá az oldalra. Még egyszer köszi nekik, és ott a link a leírásban. A display dobozban 24 kártyacsomag van, 10 kártya van egy pakban, tehát könnyű a matek, 240 kártyát fogunk itt átlapozni, és egy limitált kártya van display dobozonként, ami ultra menő szerintem, úgyhogy remélem, hogy ez egy olyan limitált kártya lesz, amiben még nem nyúltam bele. Úgyhogy nézzük is akkor. Teljes display doboz így néz ki összerakva, és akkor pukkantsuk is a csomagokat. Aminek nagyon örülnék, az a Signature, a 100 Club, mert abból is van hiányzóm. A Signature nagyon-nagyon ritka, de a számozott lenne a legnagyobb dolog, ami nekem még soha nem jött össze egyetlen Forma 1-es szériába, de van számozottam, csak az tőletek van, nem pedig úgy, hogy én bontottam, most már nagyon-nagyon jó lenne bontani, aki küldött, annak pedig nagyon szépen köszönöm. Óha, egy Country Pride Nico Hülkenberg, csillogósokat szerintem ki is pakolhatjuk külön. Vannak garantált csillogósok egy pakba, tehát úgy nem fogsz akkor bontani, hogy nulla csillogóssal mész haza. Úgyhogy az a része az egészen jó egyébként. Itt pedig az alapkártyák, köztük F2-es pilóták a stratégiakártyákkal, speedsterrel, mindennel. Kettő csomagdizájn vagy egyébként egy ilyen pirosas, illetve egy ilyen lilás rózsaszínes. Különbség nincs, még a háttér is ugyanaz, csak a színt változtatták meg. Kicsit ilyen megúszós egyébként, mert azért lehetett volna rajta egy-két pilóta vagy valami. Viszont itt van egy paralel, és akkor itt válik izgalmasabbá a dolog, hogy lehet, hogy a paralelleket kéne kirakni, mert azok aztán az igazán különlegesek. Minden csillogós kártyának van paralel változata, és még a maga számozott is egy jó kis paralel változat. Úgyhogy ez már így önmagában eléggé menő. Nézzük meg a többi kártyát egyébként. Hadjar, majd utána egy Milestone Alonso, Frederick Vasseur, majd egy Verstappen. Nagyon jó. Tök jók. Úgyhogy Verstappen behúzta a következő bajnoki címet. Úgyhogy gratulálok neki innen is, ha nézi ezt a videót. Oké, Superstar Hamilton, McLaren, nagyon-nagyon jól feljöttek, tök jók voltak a fejlesztések, a kocsin így újra versenyben vannak, a mexikói Perez, illetve itt pedig egy ilyen live action Ocon, és a végére megint egy Country Pride, talán abból is van egy-két hiányzó, úgyhogy azoknak a kártyáknak is egyébként örülök. Nézzük a következőt, itt kettő csillogós, szerintem ennyi a garantált egyébként, és utána pedig az alapkártyák, live action, Max Verstappen, Lando Norris, illetve F3-as pilótákkal gazdagodunk. Nézzük a következőt. Pakkot, amiben viszont jön már egy paralel, méghozzá egy Esteban Oconnak a különleges változata Superstarban, és egy Max Verstappen bajnok kártyája, úgyhogy három csillogóssal egészen jók vagyunk igazából. Itt pedig az alapkártyák, köztük egy 2023-as autókártyával. Jön a következő pak. Jó sok kártya van egy csomagban, azért így az élmény is más, meg a árát is, hogy kicsit drágább, ezt könnyen lenyeljük, hogy nem csak 5-6 kártya, hanem 10 van egy csomagban, és azok között is vannak ilyen szépek, mint a magyar nagydíjas Lewis Hamilton, úgyhogy magyar nagydíjról is vannak is speciális kártyák, amiket érdemes lehet összegyűjteni, én legalábbis nagyon szeretem, hogy nálunk van Forma 1, és arról még külön kártya is. Na nézzük a következőt, Lando Norris, illetve Logan Sargent, a következő egy Daruvala, I'm Fit Alonso beszólás kártya, Max Verstappen, majd Qualifying Master Albon, nagyon megveri a csapattársát Albon, brutális ebbe az évbe, illetve a stratégia kártya, amit annyira nem szeretek. Jobban örültem volna, a stratégia kártyát úgy adják oda, hogy a starter pakhoz odaadják a komplet szettet, és akkor nem kell már foglalkozni vele. Ez mi? Ilyet még nem láttam. Ugyanaz a kártya egymás után csillogósba.
egy pakkon belül is lehet duplázódás, és pont a csillogósnál komolyan topsz. Ez szánalmas. Ez nagyon gyenge. Kettő ugyanolyan Alpin logós kártya. Ez nevetséges komolyan. Viszont a végén van egy Mr. Consistent Russell. Ez a pak, ez, aki ezt az egy csomagot veszi, hát azt nagyon sajnálom, benne van a pakliban. Láttam már olyat is, hogy fémdobozba is dupla volt, hiába egy fix fémdoboz. Akkor is két ugyanolyan kártya volt benne, amit nem nagyon értek, hogy miért nem tudják garantálni, hogy legalább egy csomagon belül ne legyen két ugyanolyan csillogós. Pierre Gasly, Top Savars, Magnussen, F2, live action kártyák, Charles Leclerc-rel, illetve itt a végére egy Country Pride, és ráadásul paralel Country Pride, úgyhogy az már egy másik kávéház, eleve a Country Pride egy ritkább típus, így, hogy színes, így meg aztán végképp. Jó, mondjuk ezt a rózsaszínt megint nem tudom hova tenni, jobban örültem volna, ha valami más színt választanak, hiszen itt el lesz rózsaszín kártyákkal az album. Oscar Piastri a következő, három csillogósos pak, köztük Merci logóval, Max Verstappen ismét, Carlos Sainz, nagyon szuper, és a végére is még néhány kártya. Display doboz felét már azért legyűrtük. Ó, és ott megint lesz paralel, úgyhogy kicsit mázlisan indítjuk. Egy F2 és egy F3-as kártya, sajnos vagy nem sajnos. F3-as versenyzők, Russell, Carlos Sainz, live action, egy Rodin versenyző, egy menedzser, és egy Kevin Magnussen gladiátor típusú különleges kártya, úgyhogy az is eléggé jó cucc. Úgy, ezeket kicsit összébb teszem, mert nagyon széthullottak a nagy toronyba. Nézzük a következőt. Ó, na, csapatlogó, és megint eljátsza. Ez a display, ez nagyon defektes. Megint eljátsza, hogy a csillogós ugyanaz. És nem tudom, hogy ez most miért történik velem, mi rosszat csináltam, ami a Turbo Ataxnak nem tetszik. Annyi a boldogság, hogy az egyik paralel, a másik meg sima, de ugyanaz a kártya. Én nem tudom, hogy itt most mi lehet a gond, de oké. Legalább az egyik paralel volt, ami mondjuk jó benne. Nézzük a következőt. Ebben van egy Superstar Perez, illetve egy Carlos Sainz. A következő egy Hamilton, egy Lance Stroll, egy duó kártya, Max Verstappen, Speedster, Maloney, majd utána stratégia kártya, illetve még egy zsú a végére. Következő pak az egy Charles Leclerc, Max Verstappen, nagy futamgyőzelmekre kiadott kártyája, live action-ök, hero kártyák, és egy David Coulthard legenda kártya. Ez is újítás, és ez végre egy valós, normális királyújítás, hogy vannak ilyen legenda kártyák. Így Coulthardot, meg Schumachert is be lehet tenni az albumba, ha kinyitott persze. Na nézzük! Ó! De jól néz ki! Nigel Mansell! Számozott, most látom! Számozott Nigel Mansell! Per 500-236! Ez a display a világ legkirályabb. Semmi gond nincsen, hogy duplán adod a csillogósokat, mert így viszont ez egy gigantikus win. Mennyire szép. Néztem, hogy miért nem rózsaszín, de nem láttam első körben a számozást. Ez egy dombornyomot beleütött számozás. Fantasztikusan jól néz ki. Per 500-236 Nigel Mansell. Nagyon menő. Főleg az, hogy legenda, ez külön egyébként még extrába is tetszik, úgyhogy természetesen standre, ha elérek odáig, akkor ez ki is kerül nálam. Oké, hát erre a standre biztos nem. Nézzünk egy másikat, erre már talán több esélyünk van kirakni. És a számozás tökéletesen becsillan, fantasztikus. Ennek most nagyon-nagyon örülök. Kettő csillogós megint jött, illetve itt pedig néhány alapabb kártya. Na, hát ez a display bontás, ez így egészen korrekt. A limitált kártya még hiányzik, ami ugye elvileg garantálva van, de hát azért ne menjünk olyan messzire. Kettő darab F2 csillogós, majd utána Epic Moment, Hamilton, Team Duo. Vannak itt még nagyon szép Verstappen lapok, illetve Box utca kiállásos lap. Ez is újdonság, ez is nagyon tetszik egyébként. Remélem, hogy a McLaren azért az új világrekordért majd kap egy külön kártyát, megérdemelnék. Kettő ugyanolyan Williams-es csillogós kártya, meg se vagyok lepődve, hogy a csillogós ugyanaz, nevetséges továbbra is, de a számozott még mindig kárpótol. Epic Moment, majd utána pedig egy McLaren Epic Moment, egy
DRS-es stratégiai kártya, és a végére egy Parallel SAS Club Hamilton, nem akármilyen SAS Club, hanem bizony, hogy egy paralel változat, még ha nem is számozat, akkor is nagyon-nagyon menő. Egyébként számozásba lehet lejjebb menni is, mint 500, vannak 1x1-esek, mindenféle változatok elérhetőek, csak egy kis, vagy inkább sok szerencse kell hozzá, mint ahogy ehhez a Leclerc paralel változathoz is kellett a szerencse. Nagyon király, 3 csillogós volt a pakba, és legalább nem ugyanazok, úgyhogy már ez is megsüvegelendő. Qualifying Master F3-as kártya, majd a végére pedig egy Yuki Tsunoda Hero lap. Kezd kevés csomag lenni, én a Limitedre még nagyon kíváncsi vagyok, hogyha tényleg jön. Melyik pakból és mikor tervez ide sétálni? 2 darab csillogós kártya, illetve itt pedig további Live Action és Epic Moment Speedster lapok. A végére pedig egy Full Gas Pierre Gasly Gladiator kártya paralel változatban. Ha valamire nem panaszkodhatok, az a paralellek mennyisége, mert az viszont bőségesen jön. És ráadásul a duplázódás sincsen. Ó, és megint egy paralel. Nagyon jönnek. Yuki Tsunoda a következő. Nagyon jó, mert alig férnek ki. 3 csillogós volt a pakba. Perez is ott volt. Qualifying Master. Megint a mexikói, majd a monakói Leclerc, illetve Piastino Norris, Speedster, Superstar és F2-es pilóta a végére. 2 darab csomag, most már csak egy, felborul a display. Nézzük, hogy mi lesz benne. Azt mondja, hogy ez egy Carlos Sainz Superstar kártya, van egy F2-es pilóta, mint csillogós, Speedster kártya, Forma 2, Verstappen, Live Action-okon, és a vége felé már csak egy ütközős stratégia kártya, utolsó csomag, és a garantált limited, az egyelőre még nem jött ki, talán ebből a pakból. Nézzük is, hát ez egyelőre semmi. Itt pedig Epic Moment Speedster, és stratégia kártya, vizes pálya. Nem jött a limitált kártya, mert ezek se számítanak, a legenda kártyák nem limitáltak tudtommal, úgyhogy hiába van ráírva, hogy egy limitált kártya a display dobozonként, ez most vagy egy gyártási hiba, vagy csak szokásosan a TOPS hozza a formáját, mindegy, nem érdekel, számozott kártya, ez az egy, ami nekem most nagyon fontos, per 500-as hibátlan állapotú Nigel Mansell, a 236-dik, amit legyártottak belőle, úgyhogy ez fénypontja lesz az albumomnak, mert még soha nem sikerült ilyet nyitni, úgyhogy ennek tudok most a legjobban örülni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a nagyon furcsa, érdekes displaybontást. Legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók lehetek, iratkozzatok fel! Sziasztok!